Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7:30. Béremelésért demonstráltak tegnap a szociális dolgozók a fővárosban. A kormány ugyan ígér számukra béremelést, de csak 2016-tól. A dolgozók viszont már januártól szeretnének több pénzt, mert nem tudnak megélni abból a nettó 80-90 ezer forintból, amit kapnak. A bölcsödékben, idős otthonokban dolgozók, fogyatékkal élőket segítők 7 éve nem kaptak béremelést. A bérpótlék, amit kapnak, havi 5-7 ezer forint, azt mondják, ez nem segít rajtuk. A kormány pedig szerintük csak ígérget. Kormányellenes tüntetés szervez jövő péntekre a Liga szakszervezeti tömörülés. Egyik panaszuk, hogy a kormány nem tárgyal velük. A sajtóból tudnak meg szinte mindent. Gaskó István elnök szerint a kafetéria tervezett megadóztatása nyomán a munkaadók örömmel szüntetik majd meg a juttatást, mert így úgy faraghatják le a költségeiket, hogy azt ráfoghatják a kormányra. A szövetség november 21-én a parlament elé várja a tüntetőket. Nagyon sok ezer munkavállalót várunk. Valójában 4 milliót szeretnénk a Kossuth térre. Eddig még csak 2,5-et sikerült oda betuszkolni, de mi 4-et várunk, egymás vállára állva. Félretéve a tréfát, ezreket várunk oda, hogy nyomatéka legyen. Feljelentést tesz a békemeneteti szervező civil összefogás fórum, amiért az amerikai ügyvívő szerintük nem tájékoztatja a magyar hatóságokat arról, milyen korrupciógyanús esetekről tud. A szervezet szóvivője, ifjabb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek azt mondta, André Gutfreund külföldi hivatalos személynek minősül, viszont képfelvételek támasztják alá, hogy az elmúlt hetekben többször elhagyta a budapesti amerikai nagykövetség területét, tehát Magyarország területére lépett. Az alkotmányjogász szerint az amerikai ügyvívőnek a magyar jogszabályok alapján ekkor feljelentési kötelezettsége keletkezett, és át kellett volna adnia állítólagos bizonyítékait, amelyek igazolják, hogy miért tiltotta ki 6 magyar tisztviselőt az Egyesült Államokból. Hivatalosan nem tölthetné be a külügyminiszter kabinet főnökének posztját Szijjártó Péter bizalmasa. Benkő Szilárdnak ugyanis nincsen diplomája. Így hivatalosan nem is ez a pozíciója, hanem idézem, a miniszter megbízásából a kabinet működését koordinálja. Benkő Szilárd 2000 óta dolgozik Szijjártó Péter mellett, magával vitte a külügyminisztériumba is. Emellett egy csapatban fociznak. A vs.hu úgy tudja, hogy Benkő a Fidesz 2010-es választási győzelme után került a frissen megalakuló miniszterelnökségre. A miniszterelnök szervezési stábjának lett a vezetője, bruttó 885 ezer forintért, posztjából adódóan szolgálati autót is kapott. Sikeresen landolt a Rosetta űrszonda filé leszálló egysége. 10 évig volt úton, 6,5 milliárd kilométert tett meg, hogy végül leszálljon a Churyumov-Gerasimenko üstökös magján. A filé a tervezett időben, magyar idő szerint tegnap reggel 10-kor vált le a Rosettáról. A művelet közben megszakadt ugyan a kapcsolat az egységgel, de erre számítani lehetett. Végül a kapcsolat helyreállt, a filé pedig magyar idő szerint délután 5-kor már vissza is küldte a jelzést a földet érésről, pontosabban az üstököst érésről. A szonda augusztus óta keringett az üstökös magja körül, a sikeres landolás az űrkutatás történelmi pillanatának számít. Most pedig nézzük, mire számíthatunk a fővárosi utakon. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét, kollégáim a város egész területéről közepesen erős forgalmat jeleztek. 12. kerület Kis János Altábor nagy Tarsai villamos útpályán helyreállítás folyik, forgalmi akadályokra kell számítani. 5. kerület Izabella utcát lezárták a Veselény és a Dob utca között csatornaépítés miatt. 2. kerület Törökvész út, Eszter utca, Dérhalom utca körforgalomnál javítják a csatornát, ezért torlódásra és sebességkorlátozásra szállítsanak. Halász utcánál jelzőlámpás csomópontot alakítottak ki a budai alsó rakparton. Útfelújítás folyik a Kerepesi és a Hungária körút csomópontban, sávváltolásra és útszűkületre számítsanak. Budaörsi úton is megváltozott a forgalmi rend, a Rahó utcától a Sasadi útig a belső sávot áthelyezték a befelé vezető oldalra, a buszsáv pedig megszűnt. Megváltozott forgalmi rendre kell számítani a budai felső rakparton. Pázmány Péter sétányon az alsó rakpart felé vezető jobbra kanyarodó sávot meghosszabbították. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok! Ezek a hírek főleg az autósoknak szóltak, de ha a tömegközlekedést használnak, most figyeljenek, mert a BKV-ről is szó lesz a start folytatásában, Szerusz Antónia, és ugye arról, hogy lesz-e miből felújítani a 3-as metrót.
Szervusz Géza, valóban Gulyás Attila szakszervezeti vezetővel beszélünk majd ezekről a kérdésekről. És szintén szakszervezet, tegnap tüntettek a szociális ágazat dolgozói, és hamarosan sztrájkolnának is. Szűcs Viktória, a bölcsődei dolgozók szakszervezetének a vezetője lesz a vendégünk ebben a témában, és itt lesz Szomszéd Orsolya Nézőpont Intézettől. Arról a közvéleménykutatásról fogunk beszélgetni, amely szerint csökkent a kormánypártok népszerűsége az utóbbi időben. A Start Plus-ban pedig ma többek között a magyar animációról lesz szó. Egyrészt van most egy animációs fesztivál, itt egyébként a világ termésének legjavát nézhetik meg jó pár napon keresztül az érdeklődők, és vendégünk lesz egy fiatal magyar animációfilmrendező, akinek a munkája a világ legjobb 6 videóklipjébe került most bele egy londoni fesztiválon. Maradjanak velünk! Igen, kíváncsivá tettél. Ez lesz tehát az elkövetkezendő egy órában, most pedig folytatódik a Start. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!